Na háló srácok, itt ismét Detroit. Hoztam nektek a Monster Hunter World 5. epizódját. Ugye az előző epizódban találkozhattunk a Puki-Pukival, az anyjanattal, és összefutottunk egy Great Jaggers-szal is. Láthattunk egy törfart, ami szerintem elég király volt. Nézzük tovább, hogy mit tartogat még számunkra a sztori. Vissza is térünk ugye a városba. Oké. Nagyszerű munkát végeztünk a Puki-Pukival. Ha nem mondod, nem jövök rá magamtól. Oké. Aha, szóval akkor most el kell menni Wildspire Waste-be, és ott kell vigyázni ezekre a kis lényecskékre, ilyen kis érdekesek. Ezt frissítettük is, hogy ezzel ne legyen később probléma. Úgyhogy húzhatunk is a vérbe. Aha, hát itt nincs sok információ arról, hogy mit is kell majd csinálni tulajdonképp a questben, de hát reméljük, hogy semmi extra. The best kind of quest. Hát oké, azt majd hagy idején már megint, ha végeztünk, jó? Remélem, hogy tényleg nem lesz benne semmi aljas. Oké. Na, mutassad, mit tudsz nekem adni. Hát úgy látom, nem nagyon bővült a kínálat, úgyhogy innen még mindig nem kell semmi. Na. Tehát most valamiért elég lassan akar betölteni a quest. De addig is dumálok, csak hogy ne unatkozzunk. Jaj, de szépek vagytok ti, mind itten. Jó, azért ennyire nem vagyok beszédes. Na, helyes. Meg is tudunk indulni, úgyhogy csak. Ismét hasznos tanácsokkal vagyunk ellátva. Amúgy néha érdemes elolvasni, mert tényleg vannak jó dolgok leírva. Na. Kaptunk is egy cinematikot. Tök szép sivatag. Folyóval. Mert az megszokott. Ó, igen. Még rendes beporzotta, hogy neki feszült. Na nézzünk szét. Egy herb, az mindig jól jön. Kis potionnek. És akkor itt van egy camp. Dikaz. Ez meg teleportált. Ilyet is tud. Be kéne zabálni. Fel kell készülni mindenre is, mert sosem lehet tudni. The Wildspire Waste features a mixture of dry land and swamps, which naturally supports its own unique ecosystem. Oké. Kíváncsi vagyok, mit akar ez a unique ecosystem, szóval remélem majd találkozunk valami Wildspire Waste-es szörnyel. And collects in the lower areas, thus creating a mire. Oh, great. We get to go uphill now. Jó van, ne panaszkodj, toljad. Tolom én is, látod? Vagy inkább felülök. Nem lehet? Ah, nem. Nézzünk még szét, hát ha találunk valami érdekeset, amit eddig még nem láttunk. Spiderweb az kell ahhoz, hogy tudjál csinálni pitfall trapeket. Amúgy én trapeket még nem nagyon használtam, de amúgy elég hasznosak, mert hát ugye mozgásképtelenné teszik a szörnyet és szabadon támadhatóvá. Na te mi vagy? Úgy látom, ezeket megéri gyűjteni. Én látom. Nem mutatod, de én látom. Herből sose elég. Még egy flashbug. A flashpod az amúgy fogyótermék, szóval azt szerintem gyűjtsétek ti is, amikor csak látjátok a flashbugokat. Azokat mindenképp vegyétek fel, mert hát egyrészt tényleg nagyon tud fogyni, mert ugye 3-at tudsz magaddal hozni egy fightra, és szerintem van olyan, hogy az kevés. Én ugyan keveset használok, de csak azért, bár ugye a harcok hevében nem nagyon szokott eszembe jutni, hogy az is egy opció, de jegyezzétek meg és használjátok, mert jó tudsz. Bármikor bármi felrepül, alávertek egyet és rögtön leesik. Ott egy kis honey. Ugye nekem, és hát alapértelmezetten be van állítva, hogy a potionöket és a meg a potionöket elkészíti. Na, kivette. Persze, hogy megnézem, hát ne aggódjál. Oh. Te szép vagy. Te cica. Jó. Na persze már. Szerintem az megtörtént. Arra menjél. Na ti fussatok el, de én nem tudom kihagyni. Nem lehet kihagyni. Azaz. Hát amúgy ez tényleg szép sárkány, de sajnos ez a Monster Hunter, szóval szét kell vernem a kis buksidat. Hát leütni nem tudtam, de összeesett, úgyhogy meg is csapjuk. Kapd el. Az de lucky volt. Hát pont ezt nézi elő az is, hogyha ledobjátok egy flashpoddal, de nekem most így is sikerült. Úgy látom, a kis fejecskéd már össze is tört. Ó. Be is indult azonnal. Gyere. Állj. Oh. Aha. Na. Aha, szóval ezzel a támadássával mérget is. De úgy látom, hamar megunta a velem való játszást, úgyhogy ilyen szadozást. De mindegy, mert nekem úgyis a riszörgyőreket kell megvédeni, szóval ez csak egy kis kiugrás volt. Nem tudtam kihagyni. Kicsit húztam vele az időt, bocsika. Az a baj, hogy látok egy monstert, és úgy érzem, hogy nekem azt valamilyen formában meg kell ütnöm, mert különben nem tudom, összeomlik a világ. Aha. Matrek. Úgy látom, a Rathian pont a másik irányba ment, szóval vele szerintem már most nem fogunk összefutni. Ezek minek a nyomai? Ah, és akkor ott van még egy ilyen Zorah Magdarosos nyomocska. Hogy szaladnak rá? Ezek mindentől be vannak szarva, úgy látom. Mekkora filmes action volt ez. Jó, oké. Lögdösült. Mindjárt adok neked, ne aggódjál. Ez úgyis ilyen jó résznek tűnik. Ezt kaptad? Jó hallottam, hogy a fején van, ami kemény részt ütöttem meg. Ezek elég erősen páncélozott meg tűnik. De azért annyira nem kemény. Nézzük meg a fejed. Aha, a feje viszont kemény. Áú. Valamiért összetörtük. Mondjuk elvileg ugye le is lehet vágni a szörnyekről részeket. Ez szép volt. Fuck. Na hát úgy látom, letörtük a szarvát. Szóval ez le is lehet vágni mondjuk így a farkát, meg ilyenek, csak ugye hát ez hammerrel nem igazán lehetséges. Hammerrel spammolni lehet, láthatjátok. Meg kiütni. Ugye amikor eldől, mint egy zsákrumpli. De most inkább én dőlök el, mint egy zsákrumpli. És még le is spammolok, jól. Büdös a szád, haver! Annyira, hogy felélesztett számból. Bocsá! Mikor máskor dőlnél belém? Ó, kétszer is. Ezzel mondjuk nekem problémám nincsen. Pak. Szopjad. Kiszúrom a szemedet. Ez a Clutch Claw sztori nem mindig jön össze, pedig olyan jól néz ki. Mondjuk lehet, hogy ti már egy kicsit unjátok. Nem tudom, hogy nem értem el. Na persze, mász ki előle. Most elkaphatnánk, de meg kéne nézni, hogy mit dobott le magáról. Hol is van? Ah, itt. Barroth Scalp. Leskalpoltam egy kicsit, nem baj. Csak nem tudom, hogy, hogy nem hal bele, hogy letöröm a fél arcát, de se baj. Ez az előző terep amúgy elég jó volt. Hát az meg mi a töcs? Ó, oh, ez sebezte. Gyere csak vissza. De inkább nem megyek közel hozzá. Oké. Okay. Megölte egy forgó kaktusz. De az csak azért, mert legyengítettem eléggé, szóval efelől nincsen kétségem. Perocsel. Bridge. Craft gear, ugye? És még egy ridge. Meg teljesítettünk egy field research-ot is. Szerintem azért most ügyesek voltunk. Ugye a Rathiannal meg a Barrottal szembe is, bár a Barroth egy párszor megborított. Nem bírok magammal. Na és te ki vagy? You there. Are you part of the Fifth Fleet? Then that means the Elder Crossing is upon us again. The years fly by faster than I can count them. I too am a hunter of the First Fleet. Might I trouble you to share your tale with me? Let's find a suitable place. So, my old friends are well. Praise be. It sounds like the good scholars are as incorrigible as ever. Might I ask, are you tracking the monster that dropped that massive slag? Aye, as well. It seems so easy. Follow the trail, find the truth. Well, it has been a pleasure. Nearby you will find my camp. I trust it will be of some avail to you and the others. Please pass a message on to the commander that I am safe. But a force compels me on, and I intend to see where it takes me. If you too feel so compelled, then we will cross paths again at the end of all of this. Was that who I think it was? Na, hát szerintem ennyi volt, srácok, az 5. epizód. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és kövessetek minket, ne felejtsétek el bekapcsolni a csengőt se. És kommentben írjátok le, hogy melyik Monster Fight-ot várjátok a legjobban. Nekem most ez a Rathian nagyon felkeltette az érdeklődésemet, de az enyenetre is kíváncsi vagyok, és persze nem tudom, hogy mit tartogat még a jövő, de remélem, hogy itt lesztek veletem, és együtt kiderítjük. Szevasztok, srácok!